Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Bárdi Autó YouTube csatornáján, az én nevem Zsolt. A Suzuki Vitara első generációja még 1988-ban gördült le a gyártó sorokról, tehát a modellnek a története már több mint 30 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Viszont 2014-ben a típusnak a történetében egy hatalmas változás következett be, ugyanis bemutatkozott a negyedik generáció, ami már a jelenkor, illetve az akkori kornak megfelelően SUV-s formatervet kapott, vagyis egy városi crossover lett. A mostani videónkban is egy ilyen típus mutatunk be, méghozzá egy 2016-os, 1.6-os szívóbenzinnel szerelt példányt. Lássuk tehát, hogy mire kell figyelni, hogyha egy ilyen még mai napig kapható típus szeretne valaki megvásárolni. Nem véletlenül emeltem ki a bevezetőben, hogy még most is kapható a modell, sorozatunkban ugyanis ez az első olyan példány, ami még újként is megvásárolható. Ráadásul a magyar szíveknek kedves lehet ez a típus, hiszen az esztergomi Suzuki gyárban készítik a legtöbbet, és innen exportálják a világ számos országába. A hazai eladási listákat is vezeti a Vitara, felváltva az SX4 S-Cross-szal, amióta bemutatták, nagyon népszerű modellnek számít. A sikerét többek között annak is köszönheti, hogy nagyon fiatalos, divatos formaterven rendelkezik, ami még a mai szemnek is nagyon jól mutat. Igazából érdekesség többek között a függőleges menetfény, ami mind a két oldalon található, az elég masszív hűtőrács, ami később egy ráncfelvarrással egy picit megváltozott, az oldalsó lemezdomborítás. Szóval így, hogy ránézünk erre az autóra, tényleg egy olyan példányt láthatunk, amit még a mai napig szívesen vásárolnak az emberek. Ráadásul ez már nem egy papírautó, sokkal biztonságosabb, mint a korábbi példányok, már alapból 7 légzsákot kapunk, az ütközésvédelem is rendben van, illetve ez az alsó kis műanyag rész, ami körbefut a kerékárati íveken, ez segít abban, hogy a kőfelverődések ne a fényezést bántsák. Ezen kívül még a fekvőrendőröktől sem kell megijednünk, hiszen a 18,5 cm-es hasmagassága is mutatja, hogy elboldogul azért az épített utakon kívül is. Elődjeiből kiindulva azért sok vásárló merészkedett ezzel a modeller terepre, és tényleg jól érezte ott is magát ez az autó, annak ellenére, hogy ez már nem egy ilyen kisméretű terepjáró. Viszont figyelni kell az ilyen példányokra, mert például a futóművet is igénybe veszi a terepen való közlekedés, vagy éppen a kormány gömbfejet, és pont ezért ezeket az alkatrészeket azért nem árt átnézetni, időnként pedig cserélni. Egy nippárc összekötő gömbfej kedvező árérték arányával és jó minőségével ideális választás lehet az ilyen esetekre. A japán nippárc gömbfejeket a Bárdi Autó állandó raktárkészleten tartja ehhez a típushoz. Sokszor lehet azzal baj, amit nem látunk, mert ugye 2014-ben mutatkozott be ez a generáció, tehát még maximum 7 éves példányokkal találkozhatunk, így rozsda maximum akkor fordulhat elő, hogyha nem megfelelően javították. Amire figyelni kell, az az autóknak az alja, mert pont azért, mert terepre vitték, ott lehetnek olyan nem várt sérülések, amelyekkel később foglalkozni kell, és amelyek bizony zsebbenyúlósak lehetnek. Ha valaki biztosra szeretne menni, akkor érdemes szervizben átvizsgáltatni a kiszemelt példányt, ehhez pedig használja mindenképpen a garvizor.com ingyenes közösségi szervizkereső oldalt. Érdekesség, hogy két ráncfelvarráson is átesett az autó a 2014-es bemutatása óta, az első 2018-ban történt, amikor többek között módosítottak egy kicsit a lökhárítón, megváltoztatták a két fényszóró közötti díszrácsot, ezen kívül pedig még hátul is módosították az autót. Ahogy látható, itt egy picit már ódivatúak ezek a hátsó lámpák, ezt cserélték le úgy, hogy tiszta piros búrát rakott ide a Suzuki, ráadásul a hátsó tolató lámpák lekerültek a lökhárítóba. Fiatalosabb és talán jobban is néz ki ez a megoldás, de a legnagyobb újítás mégis a motorkínálatot érintette. Sokan nem örültek, de kivezették az 1.6-os szívó motort, helyébe pedig 1.4-es turbós került, illetve megjelent az 1 literes, 3 hengeres turbóbenzines erőforrás is, a dízelt szintén száműzték a kínálatból. Majd 2020-ban megint jött egy ráncfelvarrás, most már full ledesek lettek a fényszórók, kikerült a kínálatból az 1 literes turbós benzines, helyette pedig 1.4-es lágy hibrid rendszerrel szerelt motor került, és azt pletykálják, hogy ezt majd hamarosan felváltja a full hibrid változat. Sokaknál nem csak az a fontos, hogy dizájnosabb, fiatalosabb lett a Vitarának a külseje, tágasabb egy picit a beltere, hanem a Suzukinál már korábban megszokott műszaki tartalom és megbízhatóság is fontos szempont a vásárláskor. Ez az 1.6-os szívóbenzines motor pedig tényleg egy tartós konstrukció. Láncos a vezérlése, nincsen benne kettős tömegű lentkerék, nincsen részecske szűrő, amire viszont nagyon oda kell figyelni az az, hogy az olajcsere periódusokat mindenképpen betartsuk, és gyári minőségű olajat öntsünk bele. Az 5 fokozatú manuális váltónak a
kapcsolhatósága is nagyon kényelmes és jó, esetleg a 6. fokozat autópálya tempónál hiányozhat. A 120 lóerős teljesítmény minden esetre elegendő és megfelelő dinamikát kap, főleg úgy, hogy mindössze egy 1,1 tonnás kasznit kell meghajtania. Az 5 fokozatú manuális váltónak a kapcsolhatósága is nagyon rendben van, kényelmes, viszont autópálya tempónál talán hiányozhat még egy 6. fokozat. Megoldás lehet a 6. fokozat hiányára, illetve a még kényelmesebb vezetésre, hogyha a hagyományos automata váltót választjuk, ez is egy megbízható konstrukció, itt is az olajcsere periódusra kell csak figyelni. A Suzuki sosem fejlesztett saját dízelmotort, az 1.6-os dízelegység is egy Fiat Multijet. Ez kellően nagy dinamikát ad már az autónak, és a menet tulajdonságok is megváltoznak, hiszen a nyomaték megnő, ám azért az ehhez járó 6 fokozatú kézi váltóval, vagy éppen a dupla kuplungos automata váltóval lehetnek problémák, szóval van mire figyelni. Az 1.6-os dízel motor ugyanis szíjas vezérlésű, hogyha elmulasztjuk a csereperiódusokat, akkor bizony azok anyagi csőddel járó károsodáshoz vezethetnek. Mindenképpen hasznos tipp, hogy a gyárilag előírt olajcsereperiódust felezzük le, vagy évente, vagy maximum 20 000 kilométerenként cseréljük a motorban olajat. 150 000 kilométer környékén megadhatja magát a generátor, és az EGR szerep is befejezheti a működését, utóbbit talán ki lehet tolni 150 000 kilométernél hosszabb ideig is akkor, hogyha rendszeresen tisztítjuk. Szivárgó hűtőfolyadék is előfordulhat, illetve a részecske szűrő is eltömődhet, főleg hosszabb városi utak során. Sokan bár óckodnak az 1 literes vagy éppen 1.4-es turbós booster jet erőforrásoktól, ám nem kell félni, hiszen a Suzuki-nak több évtizedes tapasztalata van már a turbós motorokkal. Itt is az a helyzet, hogy ezek is megbízható konstrukciók, ellenben a 6 fokozatú manuális váltónál a kapcsolhatóság nem mindig akadozásmentes, főleg az 1-es és a 2-es fokozatban lehet egy pici kis akadozással felfigyelni. De ha még itt se vette valaki a bátorságot, hogy 1 literes vagy 1.4-es turbós erőforrással szerelt vitarát vásároljon, akkor az meggyőzheti, hogy 10 év garanciát vállalt ezekre a hajtásláncokra, tehát nem az autóra, de magára a hajtásláncra a Suzuki, szóval ez még bőven ketyeghet az új tulajdonosoknak is. Használtként nincs nagy jelentősége a lágy hibrid rendszerrel szerelt erőforrásoknak, ám érdemes tudni, hogy ez egy jelentősen átdolgozott konstrukció, ellenben erre is 10 év garanciát vállalt a gyártó, ami kiterjed a hibrid rendszerre is. Viszont azért a vitarák bár nem idősek, a legfiatalabb példányok ugye 1-2 évesek, a legidősebbek pedig 6-7 évesek, ám ezek akár magas futás teljesítményen is rendelkezhetnek, vagyis az akkumulátornak a cseréje már akár aktuális is lehet. Mivel minden motor a kezdetektől start-stop rendszerrel van felszerelve, érdemes az Exide AGM akkumulátor mellett dönteni, mivel gyárilag is ezzel az akkumulátorral szerelik össze a vitarát. Az Exide akkumulátorokra 2 év kilométer korlátozás nélküli garanciát biztosít az Exide magyarországi képviselete, a Bárdi Autó ZRT. Amikor még megjelent a 4. generáció, sokan arra panaszkodtak, hogy az anyaghasználat azért eléggé kopogós és elég kemény műanyagokkal találkozhatunk, de szerintem ez egyáltalán nem vészes, amit elénk tárul, kellemes itt ülni, kényelmesek az ülések, akár még hosszú távon is. Jellegzetes a beltérben ez a kör alakú kis légbömlő rész, itt van egy kis Suzuki logó, szóval pofásan megoldották, és a külső színezés is érdekes, belül viszont azért elég komor a beltér, ez a fekete anyaghasználat, ez nem éppen a vidámságot sugallja, ennek ellenére azért színes dekor elemekkel itt is föl lehet dobni egy picit a belteret. Még nem digitális óracsoport fogad itt minket, viszont van egy kis információs kijelzőnk, ami az elején még monokrom volt, utána viszont már színes lett, illetve van még egy központi kijelzőnk is, amin a fedezeti rendszer csak a legfontosabb funkciókat látja el, de az kellemes sebességgel. Később már bővült a tudása, méghozzá Apple CarPlay-jel és Android Autóval, ez a navigáláskor jöhet jól, mert a beépített gyári GPS egység, illetve a navigációs térkép, hát nem sok mindenre elég. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a Suzuki Vitara 4. generációja hozza a márkától megszokott tartóságot és megbízhatóságot. A turbós, illetve a lágy hibrid rendszerrel szerelt benzinmotorokra a 10 év garancia mindenképpen erős ütőkártya, a szívó benzines pedig, hogyha odafigyelünk rá, akkor a világból is kimegy. Vigyázzunk egy kicsit a dízelmotorokkal, hogyha nagyon sokat közlekedünk hosszú távon vagy autópályán, akkor érdemes akár azt választani, egyébként viszont a turbós motorok vagy a sima benzinmotor sokkal megbízhatóbb konstrukciónak számít. Én köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, hogy sikerült elmondanunk minden hibát, ami érinti a 4. generációs Suzuki Vitarát. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és akkor találkozunk a következő videóban is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!